Üdvözlöm Önöket a Budapesti Operett Színházból. A Teátrum Társalgó mai témája a Rebecca. Én azt hittem, e kedves lány majd segít, s hogy talán végül elbocsájt a múlt, s majd elfelejtem őt, és akkor újra kezdhetem, de álmomban még ott mosolyog Rebecca. Már elvesztem, legyőz egy álomkép, a lelkem érzem elvét, minden elnyel az örvény, jöjj, szörnyű az éj, lelkemhez ér, szólj egy fontos szót, mesélj, ölej már át, hogyha kísért a múltam, hagyd, hogy új szerelmünk átélje még, jöjj. Szeres, csókkal légy. Jöjj, szörnyű az éj, lelkemhez ért, szólj egy fontos szót, mesélj, ölelj már át, vágyom rád, fázom drágám. Hagyd a kételyt, nézd ránk, egy csók segít. Éve mutatta be a Budapesti Operett Színház a Rebecca című musicalt, és lassan elérkezünk a 200. előadásig. Nagyon érdekes volt az én sorsom, mert én először Beatrice lettem volna, és aztán kaptam egy esélyt. Már a vége felé tartottunk a próba folyamatnak, eljöttek a szerzők, és megnézték. És az első felvonásban még Beatrice-t énekeltem, és amikor a második csapat újraindult egy próbával, hogy megnézzék, hogy hol tartanak, akkor már Mrs. Denver-t énekeltem, és akkor hangzott el a Lévai Szilveszter szájából, hogy aranyoskám, fordulj rá a Mrs. Denversre. Ritkán van olyan az életemben, hogy valamit nagyon-nagyon szerettem volna, és ezt meg nagyon szerettem volna eljátszani, és ez ilyen az életemnek az egyik meghatározó szerepe. Például a Lévai Szilveszter is azt mondta, hogy nem igazán örült neki, amikor a világban az összes Elizabethje Mrs. Denver szeretett volna lenni. És amikor megvolt a bemutató, akkor odajött hozzám a premier partin, megpuszilt, és azt mondta, aranyoskám, sok mindenfele jártam a világba, sok mindent láttam, életem egyik legnagyobb meglepetését okoztad ma este. Azt hiszem, ez nekem, igaz ilyen nekem ismerés. Ennél több nem is kell. Igen, tiétek a szó. Iszonyatosan, fizikálisan és érzelmileg is egyaránt gyötrő szerep. A Max de Winter életében először szerelmes. Vagy szerelmes abba a valakibe, aki megérti őt, aki azt mondja, hogy innentől kezdve soha senki nem fogja megtudni, hogy mi történt valójában. Tehát, hogy megőrzöm a titkodat, mert szeretlek. Ugye pláne az énnek van a legnehezebb feladata, hogy becsöppen egy világba, és ez elsősorban egy hierarchikus gazdag világ, de a gazdagok is olyan vétkesek. Tehát, hogy nagyon sok minden ellenünk van a saját magunk világában is. És ráadásul nagyon ritka, hogy krimi. Igen. Tehát az, hogy krimi a szereplők számára, és nem csak a nézők számára, hogy valóban tudjuk a titkot, vagy ő a bűnös, ő csúnyán nézte át, ő az összeesküvő. Nem. Zsuzsika, 10 éve vagy a darabban most már, és annyira tudom, mert jó barátnők vagyunk, hogy mennyire, de mennyire fontos neked ez a darab, és maga ez a szerep is. Igen, azért is, mert úgy érzem, hogy én szinte gyerek voltam, amikor ebbe belekerültem, és az a 10 év, tehát, hogy tulajdonképpen én ez alatt a 10 év alatt nőttem föl. És ahogy ez formálódott, természetesen alapjaiban maradt mindig ugyanaz az előadás, és közben mégis más volt. És pont emiatt, hogy ahogy változtam, hogy azóta én is férhez mentem, tehát hogy egy csomó, és még ezen kívül egy csomó minden történt velem ez alatt a 10 év alatt, és ez mind ott van, minden rakódik. Egyes pillanatában ott van a darabnak, és mindig ezáltal mindig tud új lenni. Őt várja még az ágy, s hálóink rajta, gyönyörű, habkönnyű,
nézze, csak nézze, mély sejmes, egy súlytalan kincs, még mindig őrzi bőrének csábos vadillatát. Soha itt nem alszik már, valahol mégis él, hazatér, hazaküldi az én. Tulajdonképpen nekem a Rebekával a harmadik találkozásom, az első az volt, amikor 10 évvel ezelőtt láttam a színházba, és akkor emlékszem az élményre, hogy napokig bennem volt, és egy film játszódott a színpadon, nem egy előadás, nem egy színházi előadás, hanem egy film, és annyira a hatás alatt voltam, hogy napokig hallgattuk a CD-t, és szóval teljesen rabulejtett. A második találkozásom, amikor Bukarestben, 2011-ben castingoltam román nyelven erre a darabra, az én szerepére, akkor volt párhuzamosan a Miss Saigon casting is itt Budapesten, és akkor hát tulajdonképpen a Saigon maradt. És a harmadik találkozás az már végleges szerelem volt a darabbal. Itt van velünk Lilla is, aki azt hiszem, hogy az egyik legfélelmetesebb női szerepet játszod, ami íródott a musical irodalomban. Te vágytál erre a szerepre? Nagyon, nagyon. Egyrészt azért ugye tudjuk, hogy kvázi negatív szereplőket alakítani, vagy úgynevezett gonoszt megjeleníteni a színpadon, az nagyon jó feladat színészileg, és hogyha sikerül kiaknázni, akkor általában nagyon sikeres is. Ezzel együtt nagyon nehéz, mert kell egy igazságot találni, és azt hiszem, hogy egy fanatizmus az, ami ehhez kellett, hogy azzal a fanatikus rajongással legyek valaki iránt, aki már nem él, ami minden más tettemet legalizálja. Tehát én abból próbáltam megoldani, hogy én nem őt utálom, ő csak ők, éppen aki arra jár. ők csak egy szerencsétlen, véletlen helyzetben bekerültek velem kapcsolatosan, mert az utamba állnak. És ezeket jó, hogyha az ember így beteszi hátra a kis hátsó agyába, és nem kell, hogy ezt mindenki érezze vagy lássa a nézőtéren, de szerintem színesíti az alakítást, hogyha ezeket te oda gondolod mögé. De minden esetre nagyon-nagyon nagy szerelem lett köztem és a szerep között is, úgyhogy ez egyik kedvenc szerepem azóta is. És a zseniális is vagy benne, én minden alkalommal, amikor nézem a takarásból, ugye Mrs. Van Hoppert alakítom az elmeháborodottat, a legszebb darabban. De akkor nem tudjuk, hogy... Mert jól áll. Szóval akkor mindig összecsinálom magam tőled, Lilla. De tényleg, mert van egy olyan aurája a színpadon. Nekem az első találkozásom úgymond Denversként a Lillával, az a házi színpadon volt, akkor volt az első közös próbánk. Egy bűbályos, aranyos nő és mosolygos, és olyan váltás van benne, hogy ahogy rám nézett, és így nézett, hogy fú, tényleg, nagyon-nagyon ijesztő volt. Ez színművészet. De ez a színművészet. Meg a legjobb is jó gyerek egyébként. Tényleg gyakoroltad otthon. Igen, a gyerekeken tök jól lehet ezt gyakorolni. Na, szedd össze magad. Rudolfban játszottunk először. Azt sem volt egy én megmondom ezt, én féltem tőled, és picit azt az érzést próbáltam magamban ugye fölidézni, amit akkor éreztem. Én kis zöldfülüként jöttem, mentem, mint kis nyuszika a színházban. Hát nézd, ott is a férjemnek a szeretőjét játszott, ez egy kellemetlen szerep, és nem predesztinál arra, hogy szeressük egymást a színpadon. Igen. Egyébként a Lillának a félelmetessége az nagyban rejlik szerintem a határozottságában, igen, mert ő bármelyiknél határozottabb, de aki egy picit is jobban megismeri, az tudja, hogy egy akkora szíve van, mint egy zsíros disznónak. Hallom, hogy vádolsz, sűrűjéből szólsz, még nem hagytad el Mendelét, és csak te vagy az úrnőit, nem más lesz. Hagyd az éjszakát, hisz vár.
Rebecca musicalben mindhárman beállók vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem próbálhattuk be az eredeti felállásban a darabot. Beállni igazából mindig egy picit hálátlanabb, legalábbis én azt érzem, mikor beálló vagyok egy darabban, hogy nem tudtam ott lenni végig, nem tudtam zsigerileg megszülni, és nekem ez mindig egy picit ott marad a kis agyamban. Hogy is hiányzik a próba folyamat, igen, és annak igen. Az időszaka, ami ez alatt mindig. A szerepet beépíted magadnak. Te magadon ezt, vagy ti magatokon ezt érzitek? Természetesen, nekem ez mindig új lesz, mindig át kell lapozni a jelenetek előtt a szövegkönyvet, mindig azon bennem, hogy akkor most mi köte, sokkal koncentráltabbnak kell lenni az előadás közben. Egy gyilkost alakítasz, ott voltál egy halálesetnél. De ez, ahogy a regényben sem egy gyilkosnak a kategóriája, ez tulajdonképpen egy szerencsétlen baleset. Annak a pszichózisa viszont, hogy utána berakta egy csónakba, elvitte a tóra, meglékelte a hajót, elsüllyedt, és utána ezzel ennek az egésznek a súlyával tovább élni, na az igazából egy olyan folyamat, vagy egy olyan élettani helyzet, ami engem igazán érdekelt ebből. Hogy hányszor adódik olyan az ember életében, amikor belesodródik valamibe, és egyszer csak azt vesz észre, hogy akaratán kívül, terveink kívül benne van egy helyzetben, amivel most már kezdenie kell valamit. Az én nem a gyilkos látja meg a Max de Winterben, hanem az, hogy ez az ember, akit amúgy nagyon-nagyon szeret és rajongásig tisztel, imád, tulajdonképpen egy szeretetre éhes valaki, aki igenis támogatást igényel, és az, hogy én nőként mellette maradjak, és igenis őt visszahozzam abba, hogy ember vagy, és férfi vagy, és nem tettél rosszat. Ez olyan darab, ami azért a musicalek között is egy teljesen unikum. Tehát igazából a pozitív hős nem pozitív, mert hiszen van. Azzal nyeri meg a csatát, hogy megúszza a tárgyalást. Mi ennek a happy endje? Hogy túl vannak ezen, és leég a ház, vagy leég az egész. Jogos kérdés. Tehát, hogy maga a színdarab sem akart belesimulni egy skatujába, egy musical skatujába, ahol aztán a szerelmesek egymásra találnak, vagy de sokkal inkább megmaradt pszichotriller is, megmaradt egy nagyon jó sztori, tehát és egy nagyon jó világú atmoszférájú előadás. Elmúlt az én, lelkünk most él, árnyék ma már nem kísér, szabadság véd, járjuk sorsunknak útját. Mostantól minden jó lesz, nem félünk már, mert a szerelmünk vár, a sziklaszírte állunk. Csak is fel az égben látunk, felettünk két sirály száll. Elmúlt az éj, lelkünk most él, árnyék ma már nem kísér, kettesben így megyünk most már az úton, és végre két szerelmes másnap én leszek már.